Tisztelt püspök úr, püspök atya, polgármester úr, alelnök úr, plébános atyák, kedves kollégák, kedves dédunoka, kedves ünneplő közösség. Mint a 2023. év egyik díjazottja, engem ért ez a megtisztelő felkérés, hogy az idei díjátadó ünnepségen megoszthatok önökkel, veletek, néhány gondolatot arról, hogy miért is érdemes még napjainkban is hivatásként művelni a gyógyítást. Titokzatos kapcsolatban vagyunk orvosunkkal. Egy darabig csak egy névő, egy kedves és becsült ismerős. Időnként eszünkbe jut, és eltűnődünk munkásságán, pályáján, sikerein. Mihelyt azonban megbetegszünk, és a keze alá kerülünk, naponta körülbelül 500 ezerszer jut eszünkbe. És már nem külsőséges kép többé számunkra, mint a többi ember, hanem jelkép, s egészségre törő önzésünk, életösztönünk annyira megsokszorozza alakját, hogy talán sejtjeinkben, vércsöpjeinkben is csak ezt lehetne megtalálni. Ez a kapcsolat szinte kisdedi, szinte vallásos. Soha se bocsátjuk meg neki, ha ezt a kisdedi, vallásos kapcsolatot megbolygatja. Ha tehát ma az önök címtábláján az van, hogy orvos, az annyi, mintha azt írnák ki, hogy varázsló. Mi akkor az orvosnő? Az tündér. Nem játék ez, hölgyeim és uraim, és egyáltalán nem szójáték, hanem tudományos bizonyosság. Kételkedhetnek levezetésében, de lelki tartalmában már nem kételkedhetnek. Mi sok ezer év múlva is varázslónak tartjuk az orvost, aki nekünk a csodát hozza, és egyesíti magában a tudós és a pap tulajdonságait. Orvosnak lenni hivatás, nem hivatal. Mit várunk az orvostól? A lehetetlent várjuk, a csodát. Azt várjuk, hogy varázsló legyen, a tudás, az emberiesség és tapintat varázslója. Az orvosnak kell felfedezni azt a szomorú valóságot, hogy halandók vagyunk. A pap közvetít az ember és az Isten között, s örök életet ígér. Az orvos az ember és a halál között közvetít, reménytelen pört véd olyan fölperessel szembe, aki legfőjebb haladékot ad, de az alperes sohasem engedi ki körmei közül. Az orvos olyan ellenféllel tárgyal, aki az ördögnél is konokabb diplomata. Az orvos, ami földi, mulandó életünket toldozgatja, foltozgatja. Ez a feladat, hölgyeim és uraim, talán szerényebb, mint a papé, de úgy érzem, sokkal nehezebb. Ezeket a gondolatokat Kosztolányi Dezső mondta el a múlt század elején a budapesti orvosi kaszinóban, és szavai a Terápia című orvosi labban 1935. februárjában jelentek meg. Miről is beszél az író? Orvosnak lenni hivatás, varázslat, varázsló, tündér, csoda, tudás, emberiesség, tapintat, közvetíteni az ember és a halál között. Egyszerű szavak ezek, első hallásra kicsit talán túl is értékelik nem csak a 20., de a 21. század egészségügyi dolgozóinak munkáját. Azonban, ha mi magunk is többször kimondjuk ezeket a szavakat, és átgondoljuk az elhangzottak hátterében rejtőző mondanivalót, akkor minden bizonnyal letisztul előttünk az orvosok, egészségügyi dolgozók, hivatásként megélt mindennapjainknak a lényege. Én nem gondolom, hogy a szószoros értelmében mi gyógyítók, varázslók és tündérek lennénk, de csodát varázsolni igenis tudnunk kell még a 21. században is. Mert a munkánk során meghozott számtalan döntésünkkel ezt várják tőlünk, és sokszor bizony ezekkel a döntésekkel a lehetetlenből kell kihoznunk a legtöbbet, a legjobbat. És nem szabad soha egyetlen pillanatra sem szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy ezek a döntések nem a mi életünkre, egészségünkre lesznek a legnagyobb hatással, hanem a ránk bizott, kiszolgáltatott beteg embertársainkéra. És döntéseinknek súlyos és nem ritkán visszafordíthatatlan következményei lehetnek.
és az is előfordulhat, hogy amiről ma úgy gondoljuk, hogy helyes, az később helytelennek fog bizonyulni. Mert a betegágy mellett a tudásunk legjavát felhasználva, számtalan sok vizsgálat és szakmai konzultáció eredményeire alapozva felállított gyógyíthatatlan betegség diagnózisa rövid idő elteltével lehet, hogy megcáfolódik. Sőt, ez később lehet, hogy könnyen gyógyíthatóvá válik. Hiszen tudjuk, hogy a tudásunk csak töredékes, töredékes a profétálásunk is. Számtalan példát lehetne említeni az elmúlt évszázadokból az orvostudomány terén elért eredmények közül, melyek mind-mind egyetlen jó és magasztos célt szolgáltak, egy-egy halálos kór leküzdését. Napjainkban, amikor ezek a tudományos sikerek már nem csak a szakemberek, hanem az internetnek köszönhetően a laikusok számára is elérhetővé válnak, akkor szinte úgy érezzük, hogy a határ a csillagos ég, és nincs lehetetlen. Azonban ez az érzés súlyos tévedéseket hordozhat magában. Tudnunk kell ugyanis, hogy mindig van határ, melyet nem tudunk, és nem is szabad átlépnünk. Mert egy adott pillanat kívánt a helyes döntés szakmai ismeretek, és az úgynevezett józan ész birtokában meg lehet ugye hozni, de időtálló és szenvedő embertársaink gyógyulása, túlélése, vagy éppen a halála szempontjából helyes döntéseket csak sziklaszilárd erkölcsi és hitbéli tudásunk fényébe lehet kimondani, és ez óriási felelősséggel jár. De ettől lesz hivatás és nem hivatal a munkánk, továbbá talán nem túlzás kijelenteni azt sem, hogy ez emelhet bennünket közelebb a Jóistenhez. Nehéz dolog ez, hiszen a feladatunk nem más, mint közvetíteni az ember és a halál között, a lehetetlent várják tőlünk, a csodát. Egy igazi csoda mindig csendben, szinte a függöny mögött következik be, gondoljunk csak a Szentírás nagy csodáira. Csak a jelenlévők érezték, tudták, hogy itt és most valami megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan dolog történt. És a csodatevő mindig a háttérbe vonult. A hivatásként megélt gyógyítás hétköznapi csodáival sincs ez másként, még napjainkban sem. Én biztos vagyok benne, hogy az itt jelenlévő kollégáim, orvosok, egészségügyben dolgozó ápolók egyaránt, mindegyik elmondhatja magáról, hogy munkája során voltak olyan apró, szinte észrevehetetlen pillanatok, melyekre talán csak utólag visszagondolva tudott igazi csodaként tekinteni. És ha ezekre a későbbiekbe visszagondol, akkor valami megmagyarázhatatlan melegség és derű költözik a lelkébe, megérdemelt büszkeség tölti el a szívét. Remélem, önök, ti egyetértetek velem ebben. Ezek a csodapillanatok, amelyek miatt szinte kisdedi, szinte vallásos kapcsolatba tud kerülni a gyógyító és a gyógyulni vágyó. Ez a hajtóerő, mely áthatja a betegeinket folytatott mindennapi küzdelmeinket. Ezért kell segítséget kérnünk az író költő szavaival, Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Ha alázatos hittel kitartóan kérjük, akkor pedig meg fog érkezni az az erő, mely minden nehézségen és megpróbáltatáson tovább lendít bennünket, és lehetővé teszi, hogy gyógyító munkánk minden pillanatában felelős döntéseket tudjunk hozni, továbbá, hogy a tudás, az emberiesség és tapintat varázslójaként perbe tudjunk szállni nap mint nap a halállal, aki az ördögnél is konokabb diplomata. Végezetül néhány szót szeretnék szólni a mai napon kitüntetésben részesülő kollégáimhoz. Nagyon-nagyon jó érzés egy-egy jól megérdemelt szakmai elismerést elnyerni. De tapasztalatból tudom, hogy a hivatást ünneplő és elismerő, a test és lélek orvosa Boldog Battyány László díjat átvenni elmondhatatlan büszkeséggel tölt el engem immár kerek egy éve. Miért van ez így? Mert ezt a díjat nem a gyógyítás mérhető paraméterei, mint például a meggyógyított betegek száma, vagy a tudományos közlemények impaktfaktora alapján ítélik oda, hanem a gyógyítót, mint embert értékelik vele.
A mai nap az ünneplésről szól, de jön a holnap és az azt követő napok, hetek, hónapok, szóval a hétköznapok. Talán nem tűnik most ünneprontásnak, de én elárulok önöknek, nektek egy titkot. Mégpedig azt, hogy ezek a hétköznapok még sokkal-sokkal szebbek és jobbak lesznek, mint az itt eltöltött néhány óra. Mert soha egyetlen díjamnak nem volt még akkora hatása a hétköznapjaimra, a gyógyító munkám megítélésére, mint a test és lélek orvosa Boldog Batthyány László díjnak. Még hetek, hónapok múlva, még mostanában is megszólítanak ismerősök, ismeretlenek, hogy látták, hallották azt, hogy átvettem ezt az elismerést, és rengeteg jó szót, biztatást kapok a továbbiak folytatásához. Kívánom önöknek, nektek is, hogy még hosszú-hosszú ideig kísérje a mindennapjaitokat ez a hihetetlenül felemelő érzés. Gratulálok előre is a 2024. év díjazottjainak, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.